Én azt hiszem, hogy a keresztapaság az mindig egy különleges dolog, és ez most talán hatványozottan is igaz, itt ennek a gyönyörű szép hajónak a keresztapjával beszélgetek. Milyen érzések voltak önben, mikor a pezsgőt odavágta ahhoz a bizonyos vasmacskához? Hát megható érzések, megvan őszintén szégyellem, hogy meglett ember létemre, könnyeimmel küzdködtem. Annál is inkább, mert ez egy Zoltek sztorinak most valahogy a vége. És mi a Zoltek sztori eleje? Hát az eleje voltak éppen ez 1988, amikor egy vitorlázás utáni, jó vitorlázás utáni házi bulin Csopakon megismerkedtem egy Rumi Zsolt nevű amerikai emberrel, aki 56. október 23-áig magyar volt, akkor disszidált a József Attila gimnáziumból első évesként, és aztán Amerikában vegyészmérnök lett, egy kiváló vegyészmérnök, ráadásul még egy kiváló bizniszmen, és ott bulisztunk, ittunk, ahogy a szokás, majd meghívott engem Amerikába, mert éppen nagy tervei voltak, be akart szállni a Carbon Fiber üzletbe. Én sokáig gondolkodtam, hogy mit csináljak, gyerekek, minden. A végül belevágtam, hogy miért ne, a gyerekek jól megtanulnak angolul, jobban, mint ahogy én megtanultam, és kimentünk Amerikába 89 elején, és elkezdtünk foglalkozni a Carbon Fiberrel. A Carbon Fiber akkor már egy feltalált dolog volt, szóval azt nem mi találtuk fel, az nem igaz, de mivel katonai alkalmazásai voltak, minden le volt védve, az a classified angolul, semmihez nem lehetett hozzájutni. Szóval Zsolttal, aki ugye a cég kis, akkor még egy kis magáncég tulajdonosa volt, elkezdtünk kutatni, mindent megpróbáltunk fellelni, amit fel lehet, irodalmat, szabadalmakat olvastunk, és elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogy is lehetne csinálni carbon fibert, lehetőleg olcsóbban, mint ahogy addig csinálták, mert addig a tisztán katonai alkalmazás után ugye a katonák mindent kifizetnek, olcsóbban akartuk csinálni, hogy ennek legyen civil alkalmazása, hétköznapi alkalmazása lehessen. És dolgoztunk, sok kisebb-nagyobb kudarc után végül is 95-96 elején kidolgoztunk egy technológiát, voltak éppen mi ketten, ez az igazság, két magyar Amerikában, erre büszke vagyok. Kidolgoztunk egy olyan technológiát, ami érdemesnek mutatott arra, hogy megvalósítsuk, és 90, hát ha jól emlékszem, 96 augusztusában az első gépsort lent Texasban elindítottuk, és érdekes módon az első carbon fiber, ami lejött róla, az eladható volt. És ami az óriási, hogy addig 80-90 dollár körül volt egy pound carbon fiber, mi meg tudtuk csinálni 20 alatt. Ez egy óriási dolog, hiszen abban addig senki, ez egy ragyogó anyag, ez a jövő anyaga, ugye a szén az egy csodálatos anyag. És addig senki nem hitte, hogy ilyen olcsón ezt lehet csinálni, tehát érdemes foglalkozni az alkalmazásával. És akkor mindenkinek felderült a szeme, az összes kutatónak, autóipartól kezdve, hogy hoppá, hát ez a carbon fiber, ez olcsón is előállítható, tehát érdemes foglalkozni az alkalmazás technikával. Sajnos ők kicsit lemaradtak tőlünk, tehát mi már felépítettünk egy kapacitást, és eleinte a rendelések nem igen jöttek, úgyhogy volt egy-két év, amikor necces volt, de mivel mondtam, ez a főnököm, barátom, ez a Rumi Zsolt nevű ember, nem csak brilliáns vegyészmérnök, hanem nagyon üzletember is volt, valahogy mindig megszerezte azt a pénzt, hogy áthidaljuk. És néhány évvel később, amikor az alkalmazás technikák beindultak, hihetetlen sikere lett. Úgy vették, mint a cukrot, nem tudtunk elég sort építeni. Én azt találtam ki, mert voltak az egésznek a, mondjuk a tervezője, meg ő volt a vegyész, én voltam az összes többi mérnök. Tehát én eredetileg villamosmérnök vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, ami egy ragyogó egyetem, ezt meg kell mondanom. És az a jó, mert mi még mindent megtanultunk, amit kellett, és nem mi döntöttük el, mint ma. De ez egy mellékes vonal. Na, öreg professzorok jobban tudják, hogy mit kell tanulni, nem a 20 éves taknyos kölök, mint amilyen én is voltam. Na, tehát én terveztem minden mást, és a technológia, azt kell mondanom, hogy ragyogóan sikerült. Egyébként egy jó érzés, egy hiúságát az embernek legyezteti, hogy ma, 2014-ben még mindig nem tudtak jobbat csinálni. Tehát javítgatták, hozzá nyúltak, ilyen fine-tune-upot csináltak, de lényegében az a technológia, amit még 96-97-ben, most nem emlékszem, melyik volt az év, megcsináltunk, az még ma is a legjobb technológia arra, hogy olcsón csináljunk carbon fiber. Aztán elkezdődött az alkalmazás technika, hajóipar, de csak nagyon drága hajók, mint ez is például. Aztán, ami nagyon nagy áttörést hozott nekünk, amikor a szélenergia, a széllapátok ráharaptak, rájöttek arra, hogy szénből csinálni a lapátokat sokkal jobb, mert könnyű, tehát hosszabb lapátot tudnak csinálni, és a levehető energia az átmérő négyzetével arányos, tehát nagyon fontos nagy lapátokat csinálni, már 70-80-90 méteres lapátokat csinálnak mind a mi carbon fiberünkből. Ez egy óriási sikert adott, és egy biztos terhelést a cégnek.
Hát minden ragyogóan ment, voltak éppen, aztán én már elkezdtem gondolkodni azzal, hogy most már elég öreg vagyok, nyugodiba kéne menni. És közben, mivel vitorlázás ment, egyre többet jártam haza Magyarországra, mert hát az ember azért már előtte, szóval egy furcsa dolog volt, amikor kimentünk, akkor berendezkedtünk, azt hittem, hogy örökké amerikaiak leszünk. Aztán szép lassan, hogy telik az idő, ezt csak azt tudja, aki külföldön él, valahogy megindul egy ilyen furcsa dolog, a honvágy. Ugye amikor elhatároztam, hogy hazajövünk, akkor elkezdtem Csopakon építkezni, ma is csopaki lakos vagyok, ott a vitorláskóba vettem egy hajót, Nándi állt mellettem, és ebből lett ez a barátság. És amikor úgy meghallottam, hogy valaki mondogatta, már nem is tudom megmondani ki, hogy a Nándi gondolkodik arra, hogy visszatérjen, akkor azt mondom, hogy itt vagyunk mi egy nagy cég, olyan anyagot gyártunk, hát miért nem szponzoráljuk. Nekem nem volt jogom azt eldönteni, de kimentem és meggyőztem ezt a bizonyos Rumi Zsoltot, meg volt nekem az egész bordot, hogy ezt érdemes szponzorálni, hiszen az az igazság, hogy Nándi ne hallja, de ilyen olcsón ilyen reklámot nehéz csinálni. Hát ezt nem 100 millió, mint ahogy mondtam a beszédben, lehet, hogy 1 milliárd ember fogja nézni a tévén, és végig ott lesz rajta a Zoltek felirat. Ez a biznisz része, az a jó, amikor a biznisz is megy, ez amikor az emóció meg a biznisz összefésülhető valahogy. Ezek a dolgok mennek jól. És ennek az eredménye az, hogy ma felavattuk ezt a hajót, és én nagyon bízom benne, hogy Nándi ragyogóan fog vele szerepelni. Hiszen ez egy nagyon jó hajó. Hát nyilván azt gondolom, hogy nem csak ez kellett ahhoz, hogy ez a hajó megépüljön, hiszen Nándi egy kiváló hajós. Hát persze, hát az alapfeltétel, azt nem is mondtam, mert anélkül nem megy. Hát Nándi egy kiváló hajós, aki már bizonyított, néhányszor körbevitalázta a földet. Hát ezt én azért nem beszéltem erről, mert ez nem kérdés, ez olyan, mint egy axióma. Ő egy kiváló hajós.